Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a TV App című podcast sorozat legújabb adása, amelyben a Westworld című sorozat harmadik évadának a harmadik részéről fogunk nektek beszámolni, melynek a címe Deep Absence of Fields. Műsorvezető kollégáim ezúttal is a Filmbarátok podcastből ismert Gergő. Sziasztok! És Gáspár. Ákos? Nem, ő nem hajlandó. Továbbra se, mert hogy neki saját podcastja van már. Már elvileg ugye elkezdett egy új projektet, úgyhogy fájó szíve vettük tudomásra, hogy ismét nem szerepel, de minden héten igyekszünk, és főleg Gáspárnak vannak nagyon jó meggyőző képességei, ezeket bevetve próbáljuk Ákost minden héten rávenni arra, hogy most már tényleg szerepeljen. Úgyhogy... De te mindig az ágya alatt vagy, András, nem suttogsz neki egy kicsit többet, vagy valami? Tényleg én vagyok az, aki mindenkinél ott van, te is most inkább ne nézzél hátra, mert lehet, hogy ijesztő lesz. Most ugyanezt sem, csak gázmaszkban, úgyhogy nem megfertőzzem értem. Nem, hallgatok, ti tudtok ebben segíteni, írjatok Ákosnak Twitteren, meg itt kommentben, hogy követelitek, hogy ő is szerepeljen, mert szerintem tök szórakoztató az, amikor egy olyan ember szerepel egy podcastbe, aki leszarja az egészet, mert így legalább van valami érdekes beszélnivaló. Ákos pedig akkor a legviccesebb, amikor savaz valamit, hiszen ez pont ugye az ő személyiségével egy viszonylag ellentétes tulajdonság. Mostanában már nem. Hát már nem, már igen, már betörtük, mondjuk úgy. Na. És akkor... De tényleg, azt támogatom, hogy mindenki Twitteren az Ákosnak írjon most et Lenox a szaki. Igen. Ákos, kötelezően szerepelj. Hashtag Ákos to Westworld, vagy valami Ákos to TV, valami találjatok ki, ami így frappáns. Na, és akkor ennyi volt már az adás. Jövő héten jövünk, nem, azért valami tartalmat is le kell rakni az asztalra, tehát Absence of Fields, ami ugye a harmadik része volt, tehát a Westworld harmadik évadának, ugye ne felejtsük el, hogy ez a 8 részes évad, és emiatt szerintem sokan úgy voltok vele, hogy kicsit azért úgy pörgősebbek lesznek itt az események, főleg az első rész után gondolhattuk azt, de most kicsit úgy szerintem mindenki azt érzi, hogy belassultunk, ami nem féletlen baj, mert a Westworld-en nekem mindig az volt a bajom, hogy nem igazán lehet kötődni a karakterekhez, nem igazán történetet mesél, hanem fordulatokat próbál egymás után dobálni, és ez egy idő után elég fárasztó, és most úgy tűnik, mintha ha igenis megpróbálnák alapozni a konfliktust ezekkel a karakterközpontú epizódokkal, de kíváncsi vagyok, hogy Gergő, te mit szóltál ehhez a részhez? Hát talán amúgy az eddigi részek közül lehet, hogy ezt tetszett nekem a legkevésbé. Lehet főleg azért, mert többet szerepelt benne a Tessa Thompson. Kedvenced. Igen, az egyik kedvencem. És emiatt nekem kicsit ez visszavett belőle, továbbra sem meggyőző számomra ez a lány. Inkább az érdekel, hogy ugye a részben itt nagyon sokszor így elmondták, hogy na de ki lehet benne? Most már az érdekel, komolyan még James Marsdent is jobban bírom nála. Úgyhogy ez volt a legkevésbé kedvenc, de továbbra is azt mondom, hogy továbbra is lekötött, nem unatkoztam közben, meg így tök jól így eljójóztattam az agyamat közben, hogy akkor most mire mehet ki, hova mehet ki a játék, mit akarunk elérni. Most azért megint úgy fettek fel alapjai közül a készítők szerintem. Úgyhogy továbbra is tetszik, csak talán egy picit nálam az index az lejjebb ment az előző két részhez képest. És egyébként mi a bajod a Tessa Thompsonnal? Mert nekem ez ugyanannyira irracionális gyűlöletnek tűnik, mint Ákosnak a Dennis Quaid. Hogy miért? Tehát, hogy... Jó, én Al Pacinót se szeretem, meg Russell Crowe-t se, úgyhogy igazából nem biztos, hogy ezt érdemes. Beszélj róla. Kérlek. Szerintem rohadtul kifejezéstelen arcval a csajnak, és ugye annyira nem érzem sehova se valónak. Tehát, hogy nincs benne semmi természetesség a Tessa Thompsonban. Ő úgy berakják valahova, és én azt láttam, hogy ő ott próbál érvényesülni, de nem tud. Mindenhonnan kilóg egyszerűen. Nincs neki egy olyan kisugárzása, nincsen neki egy olyan igazi színésznő jelenléte. Mint akár egy Emma Stone-nak, vagy akár egy nem tudom, Amy Adams-nek. Tehát, hogy nekem úgy hiányzik az a kisugárzás belőle. Nekem olyan nagyon távolinak semmi szeretet, és semmi kedveset nem látok benne soha, pedig láttam egy jó pár filmben, tehát, hogy úgy azért mindjárt, tehát, hogy
a Thorban sem tetszett túlzottan, a Creedben sem, fú, ott sem, abszolút nem. Hát igen, tehát, hogy az sem igen. volt egy túlságosan ragyogó dolog, meg nem tudom, tehát, hogy engem semmilyen filmben nem tudott meggyőzni. Egyszerűen volt ez a Sorry for Bothering You, vagy ez ugye ez a call center-es film, vagy Sorry to Bother You, abban sem tetszett túlzott, nagyon műnek tűnik nekem Tessa Thompson. Én azt mondom, hogy most csináljuk azt, hogy mivel Ákos nincs itt, ezért kis kínzásként, ugye most mi nem reagálunk semmit, hanem ezt csak így itt hagyjuk. Hogy Gergőnek ez a véleménye, senki nem védi meg Tessa Thompsont. Ja, mert Ákosnak biztos szívügye Tessa Thompson, tehát most álmatlanul fog forgolódni egy hétig, hogy szerintem Isten. Kedveli egyébként. Jó, de Ákos mindenkit kedve ki a Dennis Quaid. Jó, de pont ezért. Hé, ő Ed Screen sem szereti. Ja, igen, bocs, de hát az ki megint. Ezt... szerintem sokan most így googloznak, hogy ki a faszom az Ed Screen. És megnézik egy áj, és se. Én úgy vagyok Patrick Wilsonnal, hogy ez a totál semmi a csávó. Már én ezt, mert őt meg én googlozom, hogy kész. Ő volt a bagoly a Watchmenben, meg a Conjuringben, meg... Tehát igazából viszont ja. jó szerepei vannak, csak nekem mindig ez a fekete lyuk, tehát hogy tök jó szerepeket kap, meg úgy próbálkozik, de egyszer semmilyen kisugárzás. Nekem olyan nagyon hétköznapi figurának tűnik. Az ilyen családi filmekben, vagy ahol ilyen családi szerepben kell funkcionálnia, abban szerintem tök jó. Meg volt neki ez a Hard Candy című filmje, a cukorfalt az Ellen Page-el. Na, az beszarás szerintem. Tehát ha a Patrick Wilson is valami állati jó. Hát jó, biztos. De még én is még annak ellenére is, ugye, hogy nagyon kedvem a Watchment, én is azt mondom, hogy ő ilyen standard, átlag, ja. középkorú fehér férfi, és így ennyi, ami ott tök jó, mert pont erről szól a szerep, csak... Hát olyan, mint egy Sims karakter, nem? Tehát, hogy így le lehet animálni, megcsinálták, nyomtatták, és akkor így elmondja a szöveg. Igen, egy a sokból, tehát, hogy azt egyébként én is elejárom, hogy igazából, hogy most nyilván, hogy fogalom nem volt név alapja, hogy ki az, hol a tarca, természetesen tudom, de tényleg ez, hogy így ja. oda megy, elmondja a szöveget, aztán ott volt valaki. Hát ti néztétek a Fargót? Hát én belekezdtem a második évadba, abban is volt, tudom. Igen, és a tök jó szerepe voltak, és tök jó lát neki amúgy szerintem az a szerep, hát ez az eléggé vidéki rendőr, tehát hogy úgy beszélt pont, ez nagyon minnesotai jellegzetesség, és szerintem abban is marha jó volt. Tehát, hogy így... Jó. Te, én sem mondom azt, hogy egy világsztár vagy, hogy kell neki egy csillag a hírességek sétányán, de én például nem morgok, hogyha meglátom, hogy valahol castingolták. Jó. Akkor esetleg Ás, neked van valaki, aki nem ver, hogy engem ez most érdekel ez a téma, hogy neked van-e olyan színész, aki nem bírod annyira, vagy egyszerűen nem győz meg soha jelenléte. Heti Westworld kibeszélő, ahol tovább is minden másról beszélünk, csak a sorozatról. Fú, nem tudom, mert igazából nekem az ilyen van egy pár, akik, de váratlan kérdés. Hát egyrészt igen, most mit tudom én, tehát mondhatom Vin Dieselt, vagy ilyesmiket, de hogy tehát nyilván van ez a kategória, aki... Paul Walker szegény. Aki igen, tehát akik tényleg nem jó színészek, vagy ilyen semmi, és mégis sztárolják őket. Hát most így hirtelen szerintem olyan, aki így, mint nektek, hogy egyébként mondjuk, hogy ismert, elismert, vagy sikeres, de nekem nem jön be olyan. Hát most így hirtelen nem tudok mondani. Jó, hát semmi gond. Az baj, ha lenne, akkor se tudnék mondani, mert... Adás végéig akkor várjuk a választ. Ismerjük egymást, tehát senkinek nem meglepetés, de Andrés, ha neked eszedbe jött, hogy nekem jó, van ilyen, akkor szólj. Helyetted gondolkodok, hogy mondjuk egy Mark Wahlberghez mit szólsz? De ő szerintem az, hogy tehát Mark Wahlberg nem az, akire sokan mondják, hogy ő egyébként egy jó színész. Oscar tehát, hogy színész. Én... Jó, oké. Okay. A tégláért. Jó, hagyjuk. Na jó, lépjük. De én egyébként őt se feltétlenül.
Jó, ja, azért többnyire szórakoztató szerintem. Tehát jó, most volt az a Spencer, az igazság, de az egy kibaszott szar volt, és szerintem tőle volt főleg rossz, tehát Wahlbergtől. De neki is vannak azért így jó húzásai. Pain and Gain-ben szerintem például parádés. Tehát én beszartam rajta annyira vicces szerintem csávó. Tehát a Wahlbergnek főleg a humora azokban a szerepekben nagyon jó. A Tedben, ott is szerintem marha jól működött a plüsmacival. Na, akkor majd adás közben egy random neveket el fogok sütögetni, és akkor Gáspár csak annyit mondja, hogy igen vagy nem, és akkor ez biztos nagyon, nagyon élvezetes lesz a hallgatók számára. Hát, jó. De melyik az igen, és melyik a nem vagy? Én... Hát aki idegesít, az cool. Igen, aki nem idegesít, az nem. Yeah, okay. Nem, én igazából egyébként azért se hagyom, hogy tovább menjünk. Én úgy vagyok nagyon sok mindennel, hogy ha a sztori jó, és a karakter mondjuk ki van távol, és meg van írva, és a színész nem borzasztóan rossz, tehát nem kiemelkedően rossz, akkor én el vagyok szinte bárkivel. Tehát nekem most pusztán az, hogy egy színész ott mit csinál, az egy nagyon, nagyon kis faktor az én számomban. És mit szóltál ezt most ez azért a... is mondom. Jó, oké. Nem, ezt most azért is mondom, mert hogy mint ilyen egyébként, tehát hogy ez a másik irányban is működik, mert kvázi kedvenc színészem sincs, tehát azt sem tudom mondani, hogy hua. XY-t mindig mindenhol mindenbe, és ha, és mikor nekat játszik, hanem így oké. Okay. Na. Azért most nem mondd már, hogy egy Taylor Lautner után így nem rohansz, hogyha így meghallod a nevét. Úgy is, te ezt nézni akarom, ezt látni akarom, ő a kedvencem. Van még karrierje? Sokat. Hát pont ezért van Gáspárnak egy szabad ideje, már nem kell nézni a filmjeit. De újra nézem. Na, és hogy tetszett a rész? Ja, Westworld is volt. Igen, esetleg beszéltünk róla. Azt érzem egyébként én is, amit ti, hogy azért lelassultunk a korábbi tempóhoz képest, illetve az, hogy inkább így felvett egy ilyen klasszikusabb sztori mesélési nem tudom, stílust a sorozat, hogy most tényleg kicsit ilyen trónok harcása, hogy most erre a sztori szára fókuszálunk, aztán legközelebb a másik sztori szára fókuszálunk, következő epizódban majd megint erre, és egy kicsit mélyebben, vagy úgy többletértelmet is adva a dolgoknak, meg a szereplőknek. Ez jó, egyrészt, másrészt nem tudom, azért a korábbi évadok miatt azért bennem még mindig ott motoszkál, hogy jó, de akkor mi a csavar, meg ez majd akkor hogyan alakul, meg ó, itt mi az átverés, és én továbbra is azt mondom, hogy azért, hogyha ettől teljesen eltekintenek, az nekem csalódás lesz. Tehát az jó, hogy nincs minden tizedik percben valami új nagy fordulat, meg nem derül ki mindenkiről, hogy jaj, mégse halt meg, meg mégis host, meg nem host, meg összedolgozott, meg nem dolgozott össze, meg Jigsaw kitalálta 20 évvel előre, hogy mi lesz. De hogy azért remélem, hogy valami legalább az évad végén, vagy valamikor lesz valami fordulat, mert ha most átmentünk egy ilyen sablon, egy idézőjelben sablon emberek és robotok science fiction sorozatba, akkor egy kicsit mi a francnak volt az előző két évad. Én nem tartok attól, hogy ne lenne itt valami nagy bűvészmutatvány, csak szerintem egyszerűen ügyesebben csinálják, vagy legalábbis én ezt a részt is tökre élveztem, és fel is írtam magamnak ezt, hogy tök rég érdekelt ennyire ez a sorozat, mint most. Tehát a második évad hagyott főleg nagyon keserű szájsz maga után, ahol tényleg egyszerűen nem értetted, hogy mire megy ki a játék, mert ugye minden rejté volt. Az is, hogy mi az a Door, mi a Cradle, mi a Forge, mit akar a Maeve, mit akar a mit tudom. Tehát, hogy mindenki csak rébuszokban meg rejtékben beszélt, és ezért halálunalom volt. Tehát, ha visszahallgatjátok, mi is szenvedtünk az adások során, mert szar jelenetek, szar színészi játékkal, James Marsden-t átprogramozzák gyilkos Terminátorra, ahol ugyanúgy nézett, mint előtte, csak a kalapja nem volt a fején, tehát körülbelül ennyi volt a változás, meg marha monológ, meg japán szál, ami sehova sem ment, tehát hogy szerintem nagyon mélyen volt a sorozat a második évadon, mint lehet, hogy ti kicsit már elfelejtettetek, és
ahhoz képest ez, én úgy érzem, hogy ez nagyon tudatosan és nagyon szépen építkezik. Ez egy lassú építkezés, azt be kell valljam, meg alá kell írjam, viszont valahogy lekötött végig, tehát nem éreztem azt, mint régebben, hogy mennyi van még hátra, úristen, mi történik, jó, mi történt Twitteren, blablabla, bla, bla, hanem hogy érdekelt, hogy mi lesz ezzel a Charlotte-tal idézőjelben, érdekelt, hogy akkor mi ez a rejtett üzenet, amit kap, érdekelt, hogy Dolores mit csinál Calebbel, tehát szerintem ez előny is, hogy kicsit a sorozat visszatért az első évadnak a szintjére, még úgy is, hogy tényleg a sztori ez alapján egy ilyen kicsit sablonosabb, akkor szabadítsuk fel a robotok öntudatát. De még csak nem is lehet ezt mondani, mert azért ez a Rehoboam szerintem egy tök jó koncepció, és én nem nagyon láttam még ilyet Skiffiben. Még lehet, hogy biztos van, valaki már leírt a képregényben, meg regényben, meg biztos játék szólt erről, de én még sorozatban nem láttam egy ilyen idézőes főgonoszt. Hát de pont amit mondtam, hogy a Devs-ben hasonló van. Most már ugye felfedték kb. Hogy mit csinál ez a cuccos, és nem lőttem nagyon mellé, amikor így felvázoltam még az első résznek a kibeszélőjében, hogy ez egy ilyen szuper számítógép, amiben benne van kb. Minden, és akkor az alapján kitalál mindent. Yeah. Megtervez mindent. Tehát, hogy amúgy ez egy tök jó koncepció, és ezzel nagyon jó dolgokat lehet csinálni, ezzel nagyon érdekes történeteket el lehet mesélni, és jelenleg, hogyha nem maradnak a sablonoknál, tényleg valami merészet húznak, akkor nagyon nagy dolgokat láthatunk, és amúgy, azt nem mondtam, de amúgy ebben a részben volt a legerősebb dolog, amit én eddig ebben az évadban láttam, úgyhogy tényleg amúgy még sinem van a Westworld, még mindig. Most elmondod, vagy még kivársz vele? Hát a Caleb sztori végül is, amit elmeséltek róla ott az anyával, meg ahogy végül is a Dolores maga mellé állította, ez egy tök érthető, átélhető és felfogható történet volt, egy jó taktika volt a részéről, és a Caleb is tök normálisan reagálta le. Úgyhogy itt tényleg szerintem kreatív is volt, meg tényleg úgy lehetett vele azonosulni. Mm. Tehát nem egy elégből kapott szar volt a dolog. Azzal kapcsolatban van egy elméletem, de lehet, hogy ezt majd akkor mondom el, amikor odaértünk. Ja, jó, persze. Ja, tehát, hogy szerintem itt azért lesznek meglepetések, aztán lehet, hogy semmi, de én nem úgy ismerem azért Nolanéket, hogy full nullára lehúzták volna itt a meglepetés faktor, főleg az, hogy azért, hogy a Charlotte-ról nem derült ki, hogy ki van benne, tehát ki az ő eredeti hostja, azért az gyanús szerintem. Tehát, hogy, és főleg az a gyanús, hogyha próbálunk belegondolni, hogy ki lehet, akkor azért nem annyira izgalmas a válasz. Tehát lehet a, nem tudom, Clementine-t, kb. Három karakter volt ezeken kívül, a Teddy nem lehet, mert őt fejlődték a robotűrbe, robotmennyországba, és akkor kimaradt kb. Az öreg Ebignél papa. Tehát, hogy hát valaki olyan volt, aki a Doloresnek fontos volt, hát tehát hogy azt ugye elmondták, úgyhogy én mégis valahogy a Teddyre tippelek. De ez nem kurva idétlen, hogy a Teddy egy fekete nő testében van, és hogy ezt kell eljátszani, szerintem ez tök baromság. Én azt mondom egyébként, tehát egyrészt azért, mert most bármennyire is Gergő elkézi ezt a Thompsont, én azt gondolom, hogyha Teddy lenne benne, akkor Tessa Thompson el tudta volna játszani azt valamennyire, vagy legalábbis úgy, hogy ott lett volna, hogy ez a Teddy. James Marsden-t el tudtam volna játszani. Akkor még kevesebb színészi jelenlétet kellett volna. Na de pont ezt mondom, hogy szerintem, tehát hogy egyrészt ez, másrészt azért, ami ebbe a tehát egyrészt az, ahogy Tessa Thompson játszott, másrészt az, amiről ez a rész gyakorlatilag szólt, az ő storyline-ját illetően, én azt gondolom, hogy biztos, hogy női robot van benne, és hát én is így pont megnéztem egy ilyen, nem tudom én, első és második évad szereplői kis listát, hogy mégis ki az Isten lehet, és hát tulajdonképpen a szerintem vagy a Clementine, vagy a Angelának hívják, mint kiderült, a szőke csaj, aki fogadta annó a Williamet. Képzeljétek el, hogy a 80 éves Anthony Hopkins játsza, és őt így megkiflizte az ágyban. Azért az bizony. És azt akarom, hogy leforgassák azt a jelentet is, és a végén majd bemutatják, hogy mi történt valójában. Vagy ilyen alternative takes, vagy valami. Anthony Hopkins csókolozott a fekacsávóval.
Hát azt hagyja, hogy csókolozott, de hogy azért ott egyből gatyában nyúlás ment. Tehát, hogy az a másik, ami miatt nem gondolom, hogy ez egy férfi van ebben a testben, mert... Azért az tényleg nagyon idétlen lenne. Én egy olyan elméletet hallottam, ami akár egyébként ilyen érdekes is lehet, meg Nolan-es, amire nem gondolunk, hogy a Dolores. Ugyanis a Doloresnek ugye két énje van, vagy volt. Van a klasszikus Dolores, a kis parasztlány, aki minden nap elmegy a városba, leejti a konzervet, blablabla, és van a Wyatt énje, ja, akit ugye azért hoztak létre, hogy kiírtsa ott a izéket, a hostokat. És mi van, hogyha a Dolores azt a személyiségét, azt átültette ebbe a, hogy hívják, Charlotte-ba, és ezért mondta azt, hogy én ismerlek téged, én majd gondoskodom róla, tudom, hogy mi jár a fejedben, és hogy a Charlotte... De melyiket? Mi? De melyiket? A Dolores van a Charlotte-ban. Igen. Azt értem, hogy, csak hogy melyikük a Wyatt, és melyikük a Dolores. Hát a Wyatt van most a Dolores-ben. Nem, a Wyatt van a Charlotte-ban. A Wyatt énje. És hogy azért, de hogy amikor ott ki... ugye ott azt a pedofilt folytogatta, akkor tűnt a legmagabiztosabbnak, meg akkor tűnt a leginkább talpra esetemnek, hogy a valódi énje az így előkerülhetett. De én pont fordítva gondolnám egyébként, hogy az, hogy itt forradalmat indít a Dolores, az nekem inkább, bocsánat, Wyatt-es, forradalmat? Inkább... Jó, ez majd kivágod. És az meg, hogy ő itt ugye egy anyáskodik, meg a gyerekkel elkezd foglalkozni, nekem az doloreszesebb, és nekem abba beleillik, hogy a kis parasztlány, akit nem tudom én hány alkalommal ugye különböző látogatók megerőszakoltak, ő most kicsit magára talál, és azért meg fogja a pedofilt a padon. Így van, tehát ez a frusztrációt, én nekem inkább az úgy jelent meg, hogy volt benne egy frusztráció, amit ott azzal tudott kiadni. Abban a pillanatban egy olyan emberen, aki éppensége még rá is szolgált, tehát még nem is mondják azt, hogy jó, akkor ő rosszat tett. És a Wyatt meg akkor van a Doloresnek a testében, és ez így logikus, ez nekem így jobban ez, összeáll. Ez szerintem egy tök jó. Tehát szerintem amiket felsoroltunk, még ez a legjobb, ami történhet. Meg nyilván arra, amire nem gondoltunk, de hogy nekem ez mondjuk tetszene. Most az, hogy kiderül, hogy a Clementine, hát most ki nem szarja, lehet, hogy semmi karaktere nincs annak a nőnek, tehát most így igen. Tök ilyen jó, semmit nem jelentő fordulat lenne, de az, hogy tényleg így a Doloresnek így a ketté hasított énje próbál valamit alkotni, az már egy érdekesebb ötlet. Igen, az jobb hangzik. Ez nekem nem jutott eszembe, mert most nem mentem utána nagyon teóriáknak, meg egyebeknek, de ez... Ez úgy jónak hangzik, úgyhogy. Jó, hát meglátjuk. Erre áldásomat ad. Köszönöm. Na akkor, hát ha ez lesz. A másik pedig, hogy az anagramma gyártók azok ráugrottak Caleb Nichols nevére is, és az jött ki, hogy Silicon Beach. És ugye az a hely, ahol majd elvileg megöli magát, és ahova részvégén kimentek ott a mólón, vagy micsoda, stégen. Uh-huh. Ja, hogy akkor ő is valójában egy android, aki már egyszer végzett magával, leugrott, és akkor vagy nem, fejbe lőtte magát, inkább fejbe lőtte magát, és van, de az nem lehet, nem, mert nem, akkor meg nem. A Rehoboam az már úgy megmondta, igen. Hogy majd később öli meg magát, tehát hogy ő még nincsen halottként regisztrálva. De ha már itt vagyunk, akkor elmondom azt a azért, mi a fenét? Hogy hívják ezt? Caleb elméletet, teóriát, hogy igazából a Rehoboam az nem csak annyit csinál, hogy megnézi az embereknek a sorsát, és az alapján irányítja az életüket, hanem a Rehoboam alapból megírja az embereknek az egész sorsát, és a beültetett emlékeket alkalmaz. Tehát az a elmélet, amit láttunk, az nem történt meg, hanem az csak egy beültetett emlék volt, és amikor megy mindig az anyjához, és az anyja azt mondja, hogy you are not my son, az azt is jelentheti, és ez ilyen Nolan-es fordulatlan, hogy ő tényleg nem a fia, és a nő csak akkor van magánál, amikor azt hiszik, hogy nincs magánál. És ő csak eljátsza idézőbe ezt a szerepet, ez a Caleb. Hogy én arra is gondoltam, hogy a Caleb tényleg meghalt, és ugyanúgy néz ki, tehát, hogy ugyanabban a testben jött vissza ugyanúgy az a személyiség,
És az anya az azt hiszi, hogy meghalt. Ő, amikor még nem volt demens, amikor még tiszta volt, akkor tudta meg, hogy a fia halott, és őnek így nem rögzült utána, hogy de a fia mégis él. És szerintem azért nem ismeri fel. Én legalábbis így erre gondoltam, amikor néztem a részt. Nekem egy olyan elborult ötletem volt egyébként, hogy ugye, ahogy a Nathan, a kis, a Charlotte-nak a gyereke, ugye ott megérzi, hogy ez nem az anya, tehát hogy ez nem az igazi anyja, és azt hiszem talán mondja is neki, így is talán. Igen, mondja, hogy szeretném visszakapni az anyukámat, és ez egy borzasztóan erős jelenet volt amúgy. Tehát, hogy amikor egy gyerek így tudja, hogy nem az anyja. Igen, hogy én azzal véltem felfedezni egy párhuzamot abba, hogy a Kélebnek az anyja is azt mondja, hogy te nem vagy a fiam, hogy ott is valami, vagy azt érzi meg, hogy ő is egy host, vagy valami izény, vagy hogy ez tényleg valami nem jó Kélebben. Ugye felvetődik az a kérdés, hogy amúgy ennek így van értelme, tehát most nem jobb történet az, hogy tényleg ő csak egy ilyen szerencsétlen balfasz, és próbál gondoskodni az anyjáról, és nem tud, és tehát, hogy... Én ezért mondom, bocsánat, hogy, mert egyébként de, csak tehát ez a probléma azzal, hogyha tényleg most kéziféket húzott a sorozat, hogy nem erre számítasz, és nem ehhez vagy szokva. Tehát, hogyha két évadon keresztül azzal, hogy mindenkiről kiderül, hogy jaj, nem is az, meg host, meg nem host, meg izé, tele van fordulatokkal, akkor nem lehet teljes kéziféket nyomni, mert egyszerűen nem arra vagy kondicionálva nézőként. És én is hiába nézem a sorozatot, és hiába azt mondom, hogy egyébként, na, ezek tök jó, tök ötletes sztori szálak, folyamatosan azon gondolkodom, hogy jó, mi lehet a csavar, ez ki lehet igazából, az ki lehet igazából róla, mi fog kiderülni vele, hogy miért, mi nem stimmel, mert ez a Westworld, és ebbe gondolkozom. Hát igen, ez így kicsit nehéz. Én azt mondom, hogy most az, hogy a Charlotte mit tervez, meg a Sarah mit tervez, meg a Dolores, az nekem bőven elég fordulatok terén. A Kélebet azt én meghagynám, mint egy sima emberi történet. Tehát, hogy... De közben meg lehet, hogy ott is terveznek valamit, és pont amiről legkevésbé sejtjük, ott lesz a bombarobbantás. Meglátjuk. Legalább van mit várni hétről hétre. Ugye ismét egy... Igen, mondjad. Azt gondolom egyébként, hogy ő úgy tud működni, illetve nekem az aspektus, hogy tetszett nagyon ennek az epizódnak, hogy ugye ez a Rehoboam még csak kb. Most vagy mostanában aktiválták. Tehát, hogy még nem tartott a világ, hogy már mindent megtervezett, és már mindent ő irányít, de már elkezdte. És ugye ezért viszont most még vannak ilyen, vagy lehetnek még ilyen anomáliák, amikre nem feltétlenül számít. És ugye ilyen gépi oldalról ugye a Dolores, illetve emberi oldalról a Kéleb lehet ilyen, mert ugye itt is behozzák azt a egyébként nem eredeti sci-fi panelt, hogy ugye ha megvan írva a sorsod, vagy megvan írva, ki van találva a sorsod, de hogyha tudsz róla, akkor tudsz rajta változtatni, stb. Amit én szeretek, én bírom ezt az ötletet, és ugye itt is ez van, hogy őt a Dolores szembesíti azzal, hogy ő azért egy senki, mert a rendszer tehát hogy a rendszer nem engedi, hogy ő több legyen egy senkinél, de hogyha most ő erről tud, akkor majd ki tud ebből lépni, mindegy, és hogyha ezt a vonalat hozzák be, vagy ez lesz az egésznek a megoldás, hogy mivel még ez a rendszer nem fut elég régóta ahhoz, hogy mindenféle teljesen átvegye az irányítást, ezért van még kiút, akkor szerintem ez lehet egy jó irány a történetnek, és jó felhasználása a Kélebnek, anélkül, hogy tudom, hogy mindenféle dolognak ki kéne derülni róla, hogy most hozta, vagy nem vagy jó. Én emlékszem rosszul, de nem, hogy szóval azt mondták, hogy 10 éve megy már ez a Rehoboam? Kb. Hogy akkor Kb. Halt meg a faterja talán, vagy azt hiszem ilyesmi volt Liamnek. Nekem is valami ilyesmi rémlik, de azt mondom, hogy ugye a 10 év az tényleg pont az, hogy így már fut, meg már van egy csomó infója, de még élnek azok az emberek, vagy még bőven
azok az emberek vannak többségben, akiknek volt élete ezelőtt, a rendszer előtt. Na, hát akkor kezdjünk bele, tehát Cold Open-nel nyitunk, hogy Charlotte az eredeti egy videóüzenetet hagy a lányának ott a nagymészállás közepén, de ugye nem halljuk. Vagy fiának. Bocsánat, fiának, igen. És utána pedig látjuk, ahogy Dolores kinyomtatja a host Charlotte-nak a testét. Felvetődik a kérdés, hogy miért, amikor a második évad végén ő egy Charlotte testben sétált ki a parkból. Tehát miért kellett még egyet nyomtatni? Miért nem volt jó az? Menjünk tovább. Okay. Ez nem volt még egy nyomtatás, nem? Tehát, hogy azt láttuk, hogy korábban mi történt. Tehát, hogy egy Charlotte test volt hittem, már csak nyomtatva. Azt már az új helyen nyomtatta ki. Nem. Átvette a uralmat. Nem, az a parkban készült szerintem, az a Charlotte test. Ezt majd visszanézzük. Ha így van, akkor jó, ha van értelme, ha nem így van, akkor nincs értelme szerintem. Akkor baj van, ja, akkor én vagyok a hülye, akkor elnézést. Igen, és akkor utána látjuk, hogy magához tér ez az új Charlotte, és Dolores szépen beavatja, hogy mi a feladata. Ez kiderült, hogy, mert igazából egész jó munkát végez ez az új Charlotte szerintem, így a réginek az eljátszásában, de ő most csak tényleg színészkedik, vagy pedig kapott egy ilyen könyvet, mint ugye a Dolores azt letöltötte az adatbázisból, és ugye ismeri mindenkinek a személyiségét ebből a, melyik volt az, Forge-ból. Tehát azt onnan tudja, vagy ő csak random ilyen színészkedik? Szerintem random színészkedik. Hát szerintem azért annál jobb infókat kap. Tehát nyilván itt is megint az a fő kérdés, hogy ki van a fejében, uh-huh. és ki az, aki eljátsza a Charlotte-ot, mert nem tudom. De mert közben meg ugye az van, vagy úgy tűnik, hogy ugye kvázi hivatalos dolgokról tud, tehát azzal, hogy a céggel mi van, meg az egész business világról arról tud, meg azzal képbe van, és ugye azok az információk hiányoznak neki, ami a Charlotte-nak a magánélete. Tehát, hogy ugye hát valószínűleg most már ex-férje van, meg gyereke van, meg nem tudom, el kell menni az óvodába, vagy gyerekével, vagy iskolába, vagy gyerekével, ilyenek nincsenek meg neki. Úgyhogy én nem hinnem, hogy teljesen a nulláról játssza el, hanem szerintem vagy ismerte, tehát vagy valaki olyan van a fejében, aki ismeri a Charlotte-ot, vagy ismerte a Charlotte-ot, vagy kapott egy ilyen hivatalos biznisz könyvet ugye a Charlotte-ról, csak abból hiányoznak a magánéleti lapok. Szerintem muszáj, hogy kapott valami infót, mert hát most a Charlotte-ot azért honnan ismerné meg? Hát az egy főnök volt, tehát az nem járt le minden nap a parkba, tehát hogy érted, tehát különben honnan tudná a viselkedését, a manírjait, a gesztusait, azért, tehát hogy szerintem a Dolores azért ennél biztosabb alapokra kellett, hogy építkezzen, amikor tényleg a Delosnak a cégvezetőjét kell eljátszani egy valakinek, tehát csak ez mondjuk nem derült ki, lehet, hogy ki fog derülni, az tényleg furcsa, hogy a magánéletéről szinte semmit nem tudott, hogy ez miért nem. Lehet, hogy arról nem volt infójuk, vagy azt a Charlotte is annyira titkolta, vagy leszarta igazából, hogy nem pont emiatt maradt az úgy parlagon. És akkor látjuk, hogy egy ilyen új lépegető, vagy mi volt ez, valami tömegoszlató lépegetőt ott felavatnak a Delosnál. De igazából nem is ez a jelenetnek a lényege, hanem az, hogy ugye valaki szépen bevásárolja magát a Delosba, és eznek az lesz a következménye, hogy mégse lehetnek zárt körök. Ugye az első részben azt kérte a Charlotte, hogy akkor legyen mostantól zárt körű részvénytársaság, de nem lehet megcsinálni, mert ez a valaki, ez ugye bevásárolta magát, tehát ki más lenne, mint Serac, tehát ő az, aki ugye szépen lassan úgy beépült a Delosba. És ugye még az derült ki a Seracra, hogy igazából nem tud róla senki semmit, tehát mennyit mondtak? Billiómos a csávó? Vagy trilliárdos? Hát, valami, hát olyan billiárdost mondtak. Mert azt mondták, hogy trillion, nem? Trillionár. Hát én a feliratra gondoltam, a magyar felirat, hogy ott írták, ja, azt hiszem, hogy magyarul így kurva van gazdag. Talán. Kurva gazdag. Hát ja, a világ leggazdagabb embere talán, igen, azt mondták. Abszolút. Úgyhogy... Igen, és akkor
érdekes, hogy egy ember irányítja tényleg az egész világot, hogy ez mennyire jó ötlet. Hát nyilván a sorozata oda fog kiukadni, hogy nem túl jó ötlet. Amit kicsit sajnálok egyébként, mert tényleg valószínűleg a szerekből egy ilyen gonosz fognak csinálni, sablon, francia akcentusú üzletember, de hát reméljük, hogy ennél azért több rejlik az ő karakterében, hogy ő miért csinálja ezt, meg honnan jött ez az egész ötlet. És akkor ugye... Én látok benne egyébként annyit, hogy szerintem egy ilyen Thanos-szerű valakit fognak tudni csinálni belőle, aki... Mert ugye azért nem úgy tűnt az eddigiek alapján, hogy ő maga akarja kitalálni, hanem hogy ő a Rehoboam-mal, vagy azon keresztül akarja irányítani a dolgokat. Tehát, hogy én el tudom képzelni azt, hogy ő igazából azt mondja, hogy ő most szeretné megoldani a világ problémáit. Itt van ez a szuper számítógép, ami meg tud tervezni mindent, hogy minden jó legyen, és ő azt így azt mondja, hogy oké, akkor ezzel majd megoldom a világ problémáit. És nyilván elbukik, meg nem sikerül neki, hiszen ez szokásos nagy tanulságok, de hogy szerintem ez az irányvonal. Hát, volt valami elejtett mondata neki arról, hogy ő amúgy tényleg nem csak azért csinálja, hogy jaj, pénze van, úgyhogy hatalmat is akarok, hanem mondott valami olyat, amire egy azt mondta, hogy ja. Persze, hát hogy az emberiség káoszban van, és akkor most ő kicsit úgy meg akarja szervezni. Tehát. Ez így oké. Én inkább azt gondolom, de ez is egy ilyen kicsit ilyen sablonsabb, hogy valószínűleg az eredeti alkotója Rehoboamnak, a Liamnak az apja volt az, aki kicsit tényleg ilyen idealisztikusan állt hozzá, és akkor azt mondta, hogy itt van ez a gép, majd ő mindent megold, és ugye a Szerák azért ölette meg ezt a csávót, mert a Szerák meg inkább kézi vezérlésbe hisz. Tehát szerintem talán valami ilyesmi lesz, hogy igen, az eredeti ötlet az volt, hogy a Rehoboam önmaga működik, de a Szerák az mégis át akarta venni az irányítást, ezért kinyírta a Liam apját, és akkor most ő egyedül csinál mindent. Úgyhogy, de... Hát meg amúgy, nem tudom, hogy az előző adásban beszéltünk-e már erről, de ez tökre tetszik, hogy most ez az új téma, hogy ugye már az első két évadban ugye arról szólt, hogy a robotok ugye, vagy az androidok ki akartak törni az irányítás alól, mert ugye hát ők tényleg erre voltak károsztatva, őket erre készítették, hogy az embereknek a kezére játszanak, és dolgozzanak, és csak azért léteznek. És akkor most meg a harmadik évadra egy előveszik azt, hogy jó, akkor most jön az, hogy az emberiséget akarják irányítani egy gépnek a segítségével, tervezéssel, adatok alapján, mindennel, és szerintem ez egy tök jó ilyen megváltoztatja az egész történetnek szerintem a kimenetelét, vagy éppen a fókuszát, miközben mégis ön azonos marad. Hát meg tényleg ez az ötlet is tök jó tényleg, hogy eddig ugye a hostok élete volt megtervezve, ők a házigazdák! Irányítva. A házigazdák, igen, bocsánat, HBO Go szerint. És... De hát kiderült, hogy valójában itt az emberek élete is ugyanúgy megvan tervezve. Tehát ki az igazi rab, ki az igazi host? Tehát, hogy ugye ez a nagy kérdés, és amikor ugye a végén az a nagyon szájbarágos, de nekem mégis tetsző mondat elhangzott kérlek szájából, akkor elmorzsoltam egy ilyen könycseppet, hogy mondja a Doloresnek, hogy te vagy az első valós dolog, ami történt velem. Érzed az iróniát? Hogy ebben a beteg világban egy robot a legvalósabb ember. Ez ilyen Terminator 2 James Cameron dialógusokat idézett elő bennem, de hát figyelj, akkor működött, most is működik, nem baj, hogyha kicsit cheesy, ez sose áll rosszul, szerintem egy ilyen sok. Nem az a baj, tehát az nem baj, hogyha cheesy, csak ne legyen ostoba, de nem ostoba, vagy nem hülyesség a dolog szerintem. Második évad volt ostoba. Hát az... Ez ahhoz képest. Vagy mi voltunk csak túl ostobák hozzá. Persze. Tudom, minek nézitek, hogy olyan hülyék vagytok, hogy nem értitek. Na, azért nézi most három ember rajtunk kívül még ezt a évadot, mert annyira jó volt a második. Ja. Na jó. Hol mindenki túl hülye volt hozzá, és már nem nézi senki. Így van. Igen, és akkor ugye azt, mit akar a Szerák? Hát ő azt akarja, hogy a szépen gondosan összegyűjtött adatokat a vendégekről, azt továbbítsák neki. Mert ugye gondolom, hogy még inkább a Rehoboamot tökéletesíteni tudja. Bár azért nem hiszem, hogy a Westworldbe ellátogatott pár ezer
milliómos, milliárdos az így lefedni az egész világot, tehát ugye ott emlékszem is annól, hogy 40 ezer dollár volt per nap a költsége a Westworldnek, tehát hogy mondjuk, hogy ez egy nagyon kis szegletét kapná így meg a szerek, bár de nem, de ugye azt tudjuk, hogy ez csak a Westworld által gyűjtött információ, nem? Tehát a Delos az más módon nem tudjuk, hogy lopkod-e adatokat. Értitek? Hát ez a kalapos az egyetlen, amit felfedtek. Ja. Azt nem mondták, hogy máshogy nem csináljuk, úgyhogy jelenleg az van, hogy úgy biztosan, a többi meg, hát maybe, ja. Amúgy erről beszéltünk, hogy ti vagy elmennétek egy napra ebbe a Westworldbe, hogyha most tényleg létezne meg minden, lenne rá 40 ezer dollárotok, tehát úgy cakkuppa 10 millió forintotok egy napra. Ti nem mennétek a Westworldbe. Nem, 40 ezer, vagyok, ez több. Tehát ugye én nem vagyok Western rajongó, tehát én bármelyik másik parkba, aki az Indiásba szívesebben elmennék. Én abban... A világháborúsba is? Hát, inkább. Az nem létezik. Az nem létezik, csak... az csak szimuláció. Hát én abban a fantasy-sbe elmennék, az poén lehet. Igazából a Westworld is jó, csak nekem az kicsit unalmasabb pusztába lovagolni egy napig. Kurva érdekes lehet. Hát a középkorosban is igazából a pusztába lovagolsz. Hát ott van sárkány, meg Benioff és Weiss, tehát az sokkal érdekesebb. Ti? Én szerintem igen. Uh-huh. Én is amúgy csinálta a Red Dead Redemption-t végigjátszottam, akkor igazából ez nem sokkal külön nála. Tehát így akár a Westworld-ot is, tehát most azért az még egy fokkal civilizáltabb, mint a középkor. Tehát, hogy oda azért nem mennék, mert ott még az utcára szartak az emberek. Tehát, hogy azért ugye azt nekem ne. De egy Westworld-ot, vagy akár az indiásat, hogyha tényleg nem bánthatnak a tigrisek, az nagyon fontos, hogy ne bánthassanak a tigrisek, akkor simán megnézném én is, mert azért tényleg ez egy olyan VR élmény, amit nem veszek rosszul. Úgyhogy... Ja, hát az úgy, igen, fontos. Nekem simán jöhetne amúgy így egy napra. Lehet, hogy két napot már megunnék, uh-huh. Tehát hogy az már nem lenne olyan izgalmas, de most mit egy questet megcsinálni, vagy beugrani egy raidre valamire, az simán megnézném. Hát vagy a mévet meglátogatni ugye eredeti környezetébe. Hogy lerúgjam, mert őt se szerettem. Igen. Én pont erre gondoltam. Ja, jó, oké. Okay. Menjünk tovább. Én azt akarom, hogy Anthony Hopkins suttogjon a fülembe versrészleteket egy napon keresztül. És közben zongorázzon? Igen, zongorázzon, és én erre befizetnék 40 ezer dollárt. Beülnél az ölébe, miközben zongorázol? Igen, abszolút. Oké. És akkor aki nem értené, hogy akkor mi a fasz az a Velibion, meg hol vannak az adatok, tehát én úgy ott tartok, hogy a Dolores, amikor a második évad végén ott az irányító központban nyomogatta a gombokat, akkor ezeket a vendégadatokat, ezt szintén fellőtte műholddal oda a Valley Beyond, ahol a Valley Beyond van, és akkor az ő fejében van ez az encryption key, és ugye ezt akarja megszerezni a szerek. De hogy az infók, tehát hogy ez az összes minden, amit kihoztak, ugye, akkor az szintén a Doloresnél van. De viszont a szereknál is van egy töredéke, ezt jól értettem? Ezt nem ért. De mert Doloresnél vannak az infók? Az encryption biztos, hogy nála van. Igen, hát igen. Csak a maga Google Drive mappa, az hol van? Tehát azt lőtte fel, nem? Igen. De én abban sem vagyok biztos, hogy, tehát, hogy mert ugye azt meg nem tudják, hogy a Valley Beyond hol van. Tehát hogyha azt feltételezem, hogyha ő ugyanoda lőtte fel a Valley Beyond host adatokat, meg a látogatókról begyűjtött Delos adatokat, akkor a Valley Beyondot is megtalálták volna már, hogyha a látogató adatok megvannak. Hát nincs meg a kulcs. Mert szerintem valami ilyesmit mondott a szerák, mert a szerák azt tudja, hogy hol kellene keresni, mert erről szólt a szimuláció. Nem? Azt értem, tehát az oké, okay, csak... De várjál, mert a... Na, de ez az, tehát, hogy a szimuláció az a hostokról szólt, Valley Beyondról, hogy ők hol vannak. A látogató adatai, amihez az... Vagy azt gondoljuk, hogy ugyanott van. Én azt gondolom, hogy ugyanott van, mert csak úgy van értelme annak a szimulációnak. Vagy az is lehet, hogy
hogy mint hogyha olyan derengeni, hogy Szerek azt mondta, hogy tudja, de... hogy hol van, nincs na, nála, de tudja, hol van, de viszont ugye azzal nincsen előrébb, hogyha tudja, hogy hol van, na mert jó, ugye csak... az kell a Dolores. Tehát visszafelé gondolkodva, ugye az biztos, hogy a Dolores fejében van a megoldókulcs. Igen. Az encryption. És ugye most a Szerek a Dolores-t akarja. Ami azt jelenteni, hogy a Szerek tudja, hogy hol van az adat, amit ő ki akar nyitni a kulcsa. Viszont a szimulációt azért építette, hogy azt meg tudja, hogy az adat hol van. És nem tudta meg, hiszen a Dolores lőtte fel őket, és nem a Maeve. Igen, pontosan. Ja. Csak, tehát, hogy és én ezért feltételezem azt, hogy ezért nem tartom kizártnak, hogy a Well Beyond, meg a látogató adatok, azok nem ugyanott vannak. Hanem a Well Beyondot fellőtte valahova a Dolores, ahhoz kell a, vagy azért tehát arról nem tudja, hogy hol van, és azt akarta kiszedni a Maeve-ből, és a látogatóknak az adatait meg tudja, hogy hol van, csak az meg le van kódolva, és ahhoz kell a Dolores, hogy kikulcsolja. De viszont lehet, hogy a Dolores tudja egyben, hogy hol vannak a látogató adatok is, úgyhogy lehet, hogy a Dolores egyszerre hordozza magában a helyet is, meg a megoldást is, a kulcsot is hozzá. Ott a golyókat emlékeztek? Nem úgy volt, hogy egy piros és három barna golyó volt? És nem úgy volt, hát három. Hogy a piros az emberi, az emberből készített hossz? A piros az a izé volt. Az a Ford. Bernard volt. Bernard. Ja. A Bernard volt a piros. Aha. Ezt direkt le is írtam, hogy a piros Bernard. Jó. Nem, és még volt ott ugye három másik, és azokról meg mint tudjuk, hogy mellékszereplők. Tehát, hogy ezt elmondták az epizódban, hogy egyik se olyan fő plot szereplő a Westworld-ön belül, hanem mindegyik mellékszereplő. Igen, ezt honnan tudtuk meg? Ezt elmondták az egyik párbeszédben a legelején, amikor ott beszélték, hogy ott ugye okosította a Charlotte-ot a Dolores, akkor ugye ott megmutatták, hogy ugye van ott három izé, vagy négy golyó, és utána viszont a Charlotte-nak ugye részletezték az epizód közepén, hogy ugye kiloptak egy pár ilyen databankot, vagy három ilyen chipet, vagy négyet, és mondták, hogy akkor, hogy de viszont nem tudják, hogy miért pont azokat, mert mindegyik mellékszereplő. Jó, hát de ez... Oké. Okay. Jó. Jó, mert én is azt számolgattam egyébként, hogy ki melyik kicsoda lehet, és én is ugye arra jutottam, hogy igazából van egy, biztos, hogy lesz egy Teddy, mert kizártnak tartom, hogy ne a Teddy legyen az egyik, valahogy akárhogy. Istenem, a Teddy. És szerintem lesz egy Clementine, lesz egy Angela, és akkor viszont kérdés, hogy ugye ki van a skót emberünkben, akit a Dolores átállított, vagy ő vele most mi van. Mert hogy ő is biztos, hogy egy olyan host, aki bentről jött. Hát, tehát, hogy ez nem egy friss dolog, mert talán ők nem tudnak újat alkotni. Tehát, hogy jelenleg ugye nincsen gyártást, nem készülnek új hostok. Úgyhogy jelenleg neki a meglévő készletből kell dolgoznia, és neki ez csak, hát tulajdonképpen három, mert ugye a Bernard, ő külön utakon jár. Én nem tudom, hogy ő hogy került el amúgy tőle. Hát őt elengedte a... Elengedte egyszerűen? Hát úgy emlékszem, a második évadnak az volt a vége, hogy a Bernardot értetlenkedett, hogy mi a faszért engedsz el, amikor itt eddig egymással nem mentünk, és nem tudom én, valami ilyesmi mondott, hogy nem volt ott valami. Hát sablon, okos megmondás. Az volt a bullshit magyarázat a harmadik évadban, hogy azért engedte el a Dolores a Bernardot, hogy a Bernard tudja ott őt ellensúlyozni, hogyha ha túl messzire menne, akkor majd ő megállítja. Jó, de akkor megint ott tartunk, hogy akkor kettőnek tudjuk, hogy hol van. Akkor egyről nem tudjuk, hogy mi ez. Igen, szerepel. Tehát hogy egy van ugye a Charlotte testében, meg egy van ugye a skót fickóban, és akkor van egy harmadik, aki meg, nem tudom, lehet, hogy Dollárra szörelgeti amúgy éjszakánként, vagy nem tudom. Vagy ő a Caleb. Vagy ő a Caleb? Az egész élete csak beépített memória. Kélkáposzta. Nem kélkáposzta, kösz. Vagy bocsánat, most még egyelőre. Vagy várjál, hogyha meg van neki is a fejben egy ilyen csip, akkor az a Kél Bimbo.
És Ákos ilyenekből maradt ki, hát szánalom. Szerintem most Gáspár hát, már nem sajnálja, hogy nincs itt. Igen, lehet, hogy most már én se jövök legközelebb. Nem lehet, hogy Gergő helyett hozunk egy hostot, és majd jövő héttől ő lesz. És elteti, hogy jön a Gergő. Hát, hogy jobban járni. Ja, én is megölöm magam így még a két adás között, aztán hirtelen így az eddigi nyilatkozataim alapján így készítettek egy ilyen Gergő mesterséges intelligenciát, az... és akkor az megnézi százszor a Westworldet, és kitalálom az összeset 10 évadra előre, hogy mi fog történni. Lesz egy 45 órás TV app. Csodálatos. Az a baj egyébként, hogy én annyira attól tartok, hogy most annyira így másnak tűnik a sorozat, meg valamivel jobbnak, de úgyis nem fogják baszni. Nem akarok pessimista lenni, de valahogy azt érzem, hogy úgyis vissza fogunk menni abba, hogy elő fog kerülni a Teddy, és úgyis valami azért. Tehát, hogy vagy valami ilyen cheesy szar bajkapás lesz, vagy egy ilyen töklapos semmilyen robot emberiség felszabadító szar. A szeretet ereje fog meggyógyítani mindent. Mév szeretet a lánya iránt. Igen. Ez az, amitől a Vincent Cassel elgondolkodik, hogy vajon tényleg ők az evolúció új csúcsa, és mi emberek már nem érdemeljük meg a jövőt. Száj nekem akkora akcentusú rossz fiúnak lenne. Igen, de tehát tényleg az a bajom, hogy lehetne ebből bőven jót csinálni, de nagyon-nagyon attól tartok, hogy úgyis valamilyen ilyen lesz belőle, és... Na ide kéne, Ákos, hogy ellensúlyozza a te negatív gondolataidat, vagy a negatív megnyilvánulásaidat. Kéne neked egy Bernard. Igen. Ákos, a te Bernard. Igen, te vagy a Dolor. Jó. Vagy a Wyatt. Akkor Ákos ezért írta, hogy get out of my fucking head, ő már kezd átalakulni Bernard. Lehet, ilyenkor amúgy csak fekszik az ágyba, és ordít, és veri a fejét, hogy... A fejét. Addig jó, amíg csak azt veri. Igen. Obviously. Na, hát ne legyen igazam. Most ez egyszer azt szeretném, de... Figyelj, sose baj, hogyha egy nulla elvárással kezdünk bele valamiben, mert akkor onnantól már nincs hova csalódni, talán. Hát csak az a baj, hogy ugye most nem nulla elvárásom van, mert amit most csinálnak, az jó. Tehát, hogy most nem azzal, hogy egy második évad, hogy úgy kezdődik, hogy és az a vége, hogy hanem most úgy kezdődik, hogy és sajnos az a vége, hogy De pont a második évad végén igazából tetszett nekünk az a például Robot Heaven-ös mennyország, tehát megoldás, tehát hogy az pont akkor azt mondtad, hogy vártad az egész évadban a nagy csavart, és eljött a nagy csavar, és tök jó volt. Úgyhogy reméljük, legyen így. Most is ez lesz. Igazából ott a koncepció maga volt szerintem tök eredeti, ahogy ott ugye leugrottak. Igen. A szakadékba, a testük lezuhant, de ők tovább mentek, és csak ők látták azt a hasadékot. Úgyhogy, ja, meglátjuk. Tehát, hol tartottunk? Igen, Charlotte hazamegy, és akkor ott van a csávója, meg látszik, hogy hát nem túl jó a házasságuk, és akkor szerintetek ő most járt otthon először, vagy ő már sokat gyára van otthon, és mindig meglepődik, hogy van egy csávója. Tehát, hogy ott mi történt? Mi? Miért? Nem értem a kérdést. Nekem úgy tűnt, hogy mintha ő először menne haza, és ott találkozik a csávóval, és akkor ő rájön, hogy baszki, nekem van egy férjem. De ők, tehát, hogy a csávó nem ott lakik. Hát értem. Ja, ő már elköltözött, szerintem ők már elváltak. Azt értem, de mégis úgy reagált, mint aki ott tudja meg, hogy egyáltalán van egy csávója. Hát azt ott tudta meg, hogy van egy csávója. Az tehát akkor mégse okay. Sikerült annyira jól átérezni a karaktert. Mondjuk nem kapta meg hát a full backstory-t. Igen, erről beszéltünk, hogy azokat a... Tehát a magánéletet a Charlotte-nak azt szerintem egyáltalán nem kapta meg, és arról nem tud nagyon semmit. Uh-huh. És akkor ugye ott a gyerekét is próbál anyáskodni fel, tehát a gyerek érzi, hogy nem az igazi anyukája. Te Teddy vagy, te előtte James Marsden voltam, menj innen! Nem csinál, hogy rémálmai vannak a gyereknek, hogy James Marsden befekszik hozzá, szoros ahol esőm. És nézve a kifejezéstelen arcával, most te rülsz, apa? Nem, bánatos vagyok. Kap egy másik Teddy macit.
Oké. Okay. Megbeszéltük, hogy ez a Dolores. Így van. És igazából nekem az a fura, hogy, hogy a Charlotte egyébként nem volt egy nagyon érdekes karakteredik, nem? Tehát ő egy ilyen hideg üzletasszony körülbelül. Aki az első évadban úgy mutatkozott be, hogy anyaszűn mesztelenül nyitott ajtót, nem tudom kinek, a Terezának, és akkor dugta a Hektort. És akkor most ő belőle ilyen anyát akarnak csinálni, aki igazából mindig is szerette a gyerekét, meg azért valójában jó. Hát rohadtul szerette, mindig elfelejtette, hogy el kell menni érte az iskolába. Úgyhogy... Hát, de nem felejtette el, mert ugye ez nem ő volt. Tehát... De nem, hogy korábban is voltak problémák, nem? Igen. Hát nem. Hát én igen. Nekem az jött át, hogy korábban is szar anya volt. Ja, aha. Hát jó, de így viszont akkor összeáll a történet, mert tényleg ugye sosem beszélt arról, hogy neki van otthon egy gyereke, mert mindig a bizniszzel foglalkozott, és mindig ez volt az első, úgyhogy valószínűleg a gyereket nem csak azért nem emlegették eddig, mert az írók nem gondoltak rá, hanem mert valószínűleg a Charlotte se gondolt rá, mert egy ilyen szaranya. Jó. Igen, és akkor utána pedig folytatódik a másnap az irodában a beszélgetés, hogy nem csak, hogy a szarák az bevásárolja magát szépen lassan a Delosba, hanem van egy tégla a cégben, aki információkat juttat ki, és akkor szerencsére ezt se húzták részeken keresztül, hanem ugye kiderült a rész végén, hogy maga Charlotte volt az egyébként eredetileg a tégla. Ami amúgy egy tök jó húzás volt, szerintem. Az jó volt. Bár ugye az a kérdés, hogy akkor tehát nem hiszem, hogy csak ez az egy tégla van a szeráknak a Delosban, mert valahogy például a mévet ki kellett juttatni a parkból. És... Hát azt egy adminisztrátor hozta, tehát hogy ezt mondták a Charlotte-nak is, amikor itt mondtam nektek, hogy csak mellékszereplőket vittek ki, ott azt is elmondták, hogy egy valamilyen nagyon magas beosztású adminisztrátor hozta ki a hostokat. Te valami bővített változatot láttál, mert én abszolút nem emlékszem erre a jelenetre. Nézzétek meg újra, ezt elmondták pedig direkt, hogy itt valami nagyon magas rangú arc volt. Lehet, hogy akkor Charlotte hozta ki őket, tehát, hogy ő azért elég magas beosztású szerintem, úgyhogy simán lehet, hogy itt róla beszéltek, vagy az is lehet, hogy egy tőle független arcról van szó. Uh-huh. Igen, és akkor mi van még? Ja igen, Charlotte ez totál be van szarva, hogy mit tegyen, ugye hívogatja a Dolores, nem igazán sikerül találkozót elintézniük, és ugye közben kap ilyen rejtés üzeneteket, amik ilyen hangfájlokat tartalmaznak, és hát nem érti, hogy ezzel mit kéne kezdeni. Aztán végül Dolores nagy nehezen belemegy egy találkozóba, megnyugtatja, és akkor ekkor látja, hogy Charlotte az így igazából, hát nem vagdossa magát, hogy karmolásza magát, ilyen furcsa szimbólumokat karcolt a bőrébe, tisztára le van épülve, teljesen rottyon van, és akkor ott láttunk egy ilyen nagyon megható jelenetet, hogy megvigasztalja, és akkor ott kis kifli, nagy kifliben elalszanak. Szerintem amúgy csak így a Dolores-nek a jelenlétében citrizik ennyire, mert tudja, hogy korábban a James Marsden-nel volt. Szegény James Marsden, még úgy is szivatjuk, hogy nem szerepelt két éves egyben, amit látunk, de még így is húdosan. Én láttam a Sonicban, jó? Én elmentem jó, arra hát ez a te sarad. Hát te... Igen, amúgy igaz. Igaz. Újra kéne nézni a bűbájt, hogy abban jól játszottam, mert egy agyhalott szőke herceget kellett, úgyhogy lehet, hogy az jobban menne ki. Jó, igen, és akkor... Melyik? Ja igen, és még nézegeti a videót, amit az eredeti Charlotte küldött a fiának, és akkor ott elkezdi énekelni ezt a dalt, ezt a You Are My Sunshine című dalt. De itt még nem jön rá, hogy ugye ezt fogja feloldani ezeket a hangfájlokat, amiket küldözget neki valaki rejtélyes illető. Utána látjuk azt a jelentet, hogy ott az a pedofil csávó simogatja a fiát, és akkor ő meg bosszúban megfojtja. Arról mit gondoltatok? Tök király volt, az is tetszett amúgy nagyon, hogy főleg, hogy ott a tényleg ott ilyen tök hétköznapinak, basicnek tűnik a pedó, és aztán oda ment ugye hozzá a Charlotte, és akkor kivette ugye a zsebéből azt a blokkolót, amit láttunk az első részben is, ami ugye így megfogja a kamerákat, amivel nyilván magának segít a csávó, és azzal akkor igazolódik is, hogy pedofil,
Tehát, hogy nyilván nem véletlen akarta elrejteni ott, hogy mit akar csinálni, mert addig tudod, hogy lehetett volna az is, hogy jó, most egy ilyen nagyon paranoiás a Charlotte, vagy aki éppen a testében van, és ez egy azonnal igazolták, hogy de itt valami banki biznisz van, és utána szétkapta, és igazából így a saját fegyverét fordították a pedofil ellen, mert nincsen védve, nem védi meg őt a megfigyelési rendszer, meg a biztonsági rendszer, és ezért bárki büntetlenül azt csinál vele, amit akar. És ez tök király volt. Meg hogy utána elhozta a kutyát, és akkor egy gyerek, az van egy kutyánk, jéj! Hirtelen az év legjobb anyukája lett a Charlotte-nak. Igen, meg kell folytani egy pedót, és már is év anyukája. Lopj egy kutyát hozzá, jó? Tehát az fonti. Gás valami gondolat? Nem, ennyi, az nekem tetszett ebbe az ide vezető dolgoknál, hogy ugye tényleg nem tudta a Charlotte, vagy látszott, hogy nem tudja, hogy mi van magánéletileg, mert ugye még az volt, hogy jaj, hát igen, találkoztál, ezért jó, majd akkor egy ilyen játszó, közös játszást akkor majd összehozunk, és akkor puf, kiderül, hogy a pedócsával, a kutyával, az így elég nagy pofon szerintem, de ez egy tök jó fordulat volt szerintem, hogy ez így hoppá, oké, nem annyira jött össze. És egyébként ez a Rehoboam, tehát akkor azért mégsem annyira mindenható, hogyha pedofilok meg bűnözők járják az utcákat, vagy ez is ugye a rendszer része, és hogy igazából az a Rico nevű app, azt is a Rehoboam találta ki, hogy valahogy úgy hogy egy irányított bűnözéssel tartsa egyensúlyban a társadalmat, mint a Purge. Hát vagy lehet az is, hogy mit tudom, mondjuk a Charlotte-ot akarta ezzel formálni, hogy neki a gyerekét molesztálják, és ugye, hogy ez neki is egy rohadt nagy seb, hogy az ilyen történik. Hát ugye a Kélebbel is ugye meséltek egy ilyen történetet, hogy a Rehoboam nem hagyta, hogy alkalmazzák, mert ő amúgy tökre labilis az anyja miatt, meg minden miatt, meg depressziós, és hogy ő akkor ne legyen egy fontos része a társadalomnak, ezért a társadalom kiveti, és ezért lesz öngyilkos. De ugye igazából csak az vele a probléma, hogy hajlamos az öngyilkosságra, és viszont a Rehoboam meg belehajszolja. És az is lehet, hogy így a Charlotte-tal is valami ilyesmit akartak csinálni, hogy valami olyan útra terelni, ami amúgy így tényleg befolyásolna az ő kimenetelét. Vagy a gyerekét. Tehát ez olyan, hogy Isten akkor létezik, hogyha hagyja, hogy ennyi gyilkosság, nem tudom, mi létezzen, vagy történjen a világban, hogyha elvileg mindenkit szeret. Tehát, hogy ez nyilván ez megint egy ilyen kérdés, itt most egy gép szintjére van lerántva, hogyha ennek a gépnek tényleg van ilyen hatalma, meg van ilyen befolyása. Meglátjuk, mindesetre ez továbbra is érdekes koncepció. És akkor ugye még a Charlotte történetének úgy van vége, hogy tehát akkor megfejti ezeket a hangfájlokat, hogy akkor mégis mit akarnak vele, elmegy egy ilyen vidéki kis villába, és akkor ott felvesz egy ilyen AR szemüveget, és akkor jön a házszerek át minden mögött, és akkor kiderül ugye, hogy Charlotte volt tehát a tégla, és akkor szerek akkor megkéri, hogy mégis akkor intézkedni kéne valami bazd meg, mert ha már megállapodtunk, akkor csináld, amit kérek tőled. Nem, tehát nagyjából ennyi volt a jelenet. Én amúgy azt nem hiszem el, hogy a Serac nem jött rá, hogy ez nem az igazi Charlotte. Tehát, hogy nem oldotta meg olyan jól a helyzetet szerintem a Charlotte, hogy ez ne legyen gyanús. Főleg egy olyan manipulátorral szemben, mint a Serac. Hát fura. Az a baj, hogy az eredeti Charlotte-nak annyira nem volt karaktere, hogy ezt így nehéz megállapítani szerintem, hogy jól játsz el vagy sem. Azt nekem is eszembe jutott, hogy ez a mindentudó szerek most csak feltűnik neki, hogy ez kurvára nem az az ember, akivel éveken keresztül mahinált. Hát vagy lehet, hogy éppen akkor most ez a tarts közel a barátodat, de az ellenségedet még közelebb, és akkor hagyja, hogy egy kicsit kiteljesedhessen a tégla, és akkor megnézi. Mert igazából mondjuk ez egy vicces koncepció, hogy a tégla az elkezd az alkalmazójával szemben téglaként fellépni, mert ugye most meg már ő meg a Dolores-nek dolgozik. Igen, ez már ilyen tripla ügynök, vagy hármas ügynök, vagy hogy mondják ezt. Ja.
Igen, de nekem az kimondottan tetszett, hogy róla derült ki, hogy ő a tégla, és tényleg ez az egész szituáció, hogy megpróbál eljátszani valakit, nyomoz ugye a tégla után, és aztán rájön, hogy ő maga a tégla, és ez nem egy ilyen, nem tudom, egy cheesy béna módon van előadva, az szerintem egy nagyon-nagyon jó húzás volt, úgyhogy eszembe jutott I am the spy. A csodálatos Rise of Skywalkerből az a mondat, tehát ez annál jobban volt előadva. Ne rúgjál már belém, kérlek. Bocs. Jó, és akkor a rövidebb történetszál, ugye Dolores is kélebb szála, ott veszük fel a fonalat, az első rész végén elhagytuk, tehát Dolores félhullaként fetreng a földön, és akkor kélebb próbálja megmenteni az életét, de nem tudja Dolores, hogy gép, vagy legalábbis nem gondoljuk, hogy tudja. Azt se tudjuk, hogy egyébként... De hát az emberek gondolom tisztában vannak azzal, hogy a Westworldben ilyen full valósághű androidokat alkalmaznak, tehát hogy azért az arról szerintem tudnak, vagy nem. Tehát a Westworld az mennyire ilyen inside klub, vajon? És csak a full gazdagok. Hát mindegy, ez szerintem nem olyan lényeges. Gondolkodom, de hát most figyelj, attól, hogy a full, tehát hogy ugye bezárt, de tudniuk kellett róla, tehát hogy nem egy ilyen titkos klub kellett, hogy legyen, mert ugye a random kínai bácsi, aki vitte a Bernardot, ő is tudta, hogy mi ez. Meg tudta, hogy ott van, tehát hogy nekem az jött le az eddigiekből, hogy ez persze kurva drága, meg ez egy elit dolog, de nem titkos. Tehát, hogy tud róla a világ, hogy ez van. Szerintem sem titkos. Tehát, mondták is, hogy a Delos ugye egy nyílt társaság volt eddig, tehát, hogy eddig is nyilvánosan működtek, úgyhogy én is 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen nyílt dolog, csak ha nem mindenkinek van rá 40 ezer dollárja. Hát meg ugye a Bernardot, mik a hentesek, azok kvázi felismerték, hogy ú, a te hibád, tehát, hogy valami, hát, valami az egészről biztos. Igen. Hát hírverése volt neki. Persze. Meg hogyha teljesen elit és ismeretlen dolog lett volna, akkor jobban el tudják tussolni azt, hogy ott meghalt egy csomó mindenki. Uh-huh. Igen, csak ismerve a mi világunkat, szerintem így full mindenki be lenne fosva, hogyha képesek valósághű androidokat létrehozni, akkor honnan tudjuk, hogy a mi világunkban nincsenek-e a hétköznapokban is ilyenek. Tehát hát ez egy jó kérdés, hogy ez a paranoia eddig nem volt benne a történetben, mert ugye a robotok viszont azok szerves részei a hétköznapoknak, hát ugye a Caleb is egy robottal dolgozik, meg ugye az a rendfenntartó robot is, meg valószínűleg nem az volt az első ilyen, amit ott Charlotte-tal láttunk. Úgyhogy ez tuti van, csak lehet, hogy amúgy így korlátozva van, hogy mit tudom én, hogy ne engedjék ki az emberek közé, vagy pedig valami megkülönböztető jelzéssel kell rendelkezniük. Amire eddig nem volt példa, ez most csak részemről egy elmélet, mint ugye a Detroit Become Human-ben volt az, hogy ugye ott van nekik egy pici ilyen kis világító szara a halántékuknál. Uh-huh. Yeah. Én mondjuk inkább azt gondolnám, hogy ez le van korlátozva, hogy egyáltalán nem is engedik ki őket a park területéről. Tehát, hogy pont én azt gondolom, hogy amikor annak idején a Ford megcsinálta az első ilyen rendes hostot, illetve ugye ahhoz, hogy ez a park ez működni tudjon, ahhoz, tehát hogy erről biztos, hogy tudnak hatóságok, és én azt gondolom, hogy az volt a szabályozás, hogy nem léphetnek ki a park területéről hostok. Hát persze, csak hivatalosan nyilván. Abból indulok ki, hogy egy olyan világban élünk, ahol több tízezer ember hiszi azt, hogy a föld lapos, tehát ezek alapján simán lehet, hogy a Westworld világában ennél sokkal több ember gondolja azt, hogy oké, hogy nekünk azt mondják, hogy a androidok csak a parkban vannak, de én ezt miért higgyem el? Főleg mióta a robotlázadás is ugye egy nemzetközi hír lett, hogy a Westworldben mi történt, és hogy hány ember halt meg. Utána a társadalom szerintem full be lenne szarva, hogy akkor itt mi van. Én nem gondolnám azt, hogy amit mondasz, az logikus, meg jogos, de nem hiszem, hogy ebből akkora globális pánik lenne, mint amit te mondasz. Tehát, hogy figyelj, most
Tehát nézd meg, ami most történik a világban. Tehát az, hogy meg tudná az emberiség, hogy igen, van egy ilyen park valahol, nem tudom én, valami dél-kelet-ázsiai tenger, vagy milyen szigeten, ott történt valami olyan hostokról, amik hát állítólag úgy néznek ki, mint az emberek, és tehát, hogy biztos, hogy lenne olyan, aki ettől pánikolna, de nem hiszem, hogy instant világméretű paranoi lenne abból, hogy most jaj, van-e köztünk robot, és mi van. Hát plusz, meg ugye, az is lehet, plusz, hogy elvileg, a... Bocs, plusz ugye elvileg az előző évadban, amikor ott a kárelhárítók, vagy mit tudom én, az a csapat ott ment. Tehát ugye az a lényeg, hogy elvileg mindenkit megvizsgáltak, aki elhagyta a szigetet, hogy nem hozta. És ugye azért jutott át a Dolores, meg a mély, meg a mit tudom én, mert a csúnya Hemsworth, meg az akárki átengedte őket. De hogy elvileg ugye az a protokoll, hogy nem juthatott ki nem ember a szigetről. Hát meg el is mondták, tehát, hogy gondolom, itt a Delos azért elég komolyan lekommunikálta, hogy meg lett fékezve, ki van ürítve a park, le van állítva teljesen, úgyhogy nem juthatnak ki. Szerintem. Tehát meg az is lehet, hogy ez a technológia nincsen szabadalmaztatva például. Tehát, hogy ez egy saját maguknak megtartott valami Delosnál, és emiatt itt talán nem is feltételezik, hogy annyi ilyen android létrejöhetne egyáltalán. Nem, ugye ez lehet, hogy csak engem érdekel, hogy tényleg ez ebben a világban, ebben a jövőben a robotok azok milyen szerepet töltenek be így az emberiség életében. Hát 100%-ig szerintem csak ilyen szolgaszinten vannak, tehát hogy nincsenek önállóan funkcionálók, hanem megy a Caleb, és akkor a robot bekapcsol, ő akkor addig dolgozik, hogyha látja, hogy a Caleb bajban van, akkor felmegy segíteni hozzá, aztán leesik az emeletről szegény, és szerintem csak ilyen szinten működnek. Tehát, hogy valószínűleg nem ismernek nekik bármiféle szabadságot adni, hanem szigorú szkriptek szerint működhetnek csak. Meg nincs tudatuk, tehát hogy a Westworld szólt arról, hogy ők öntudatra ébrednek, tehát hogy minden más, ami robot és a külvilágban van, az csak program szerint működik. Aha, igen. Tehát konkrétan ugye a Westworldben is a korábban, vagy hát az eredeti felállás szerint ugye mindenki script szerint futott, és nem... Tehát hogy annak ellenére, hogy mennyire ember ilyen néztek ki, meg mennyire ember ilyen viselkedtek, mindenki csak a scriptjét futtatta, és a saját storyline-ját alakította. Vagy hát nem alakította, hanem azt szerint viselkedett, és azt vitte előre. Amíg a Ford úgy nem döntött, hogy akkor hadd szóljon. Letírta a láncokat. Na, hol tartottunk? Igen, akkor kijön a mentőautó, viszik a Doloreszt, közben a Caleb kap egy értesítést a Ricóba, hogy ugye egy ilyen fontos szemét kéne elkapni, és pont ugye Doloreszre mutat. És akkor meg is jön két rendőr, akik ugye nem rendőrök, csak ugye úgy tesznek, mintha, vagy lehet, hogy rendőrök, csak ugye mocskos zsaruk, és akkor ők akarják a Doloreszt elvinni, vagy elfogni, de Dolores ellenáll is egy igen szar akciójelet következtében pedig meghalnak. Nekem az szerintem balfasz volt. Tehát az első részben tök jó akciójelet volt, amit a Nolan rendezett, de azóta ilyen Steven Seagalt idéző rossz vágások, rossz tempó, nem tetszett sajnos. Hát tévéfilmes, nagyon tévés. Engem az jobban zavart, de most kezdem a pozitívum, hogy azt szerintem egy tök jó, ugyanakkor elég ijesztő, de egy tök jó ötlet, hogy a mentő orvosok, vagy a mentő tisztek gyakorlatilag, azok kb. Fogalmuk sincs, hogy mit kell csinálni, hanem berakják az autóba a Doloreszt, akkor ott megy a kis számítógép, és akkor majd a számítógép megmondja, hogy mit kell vele csinálni, és akkor addig ott ülnek és néznek, hogy hát nem talált még ezért diagnózist, meg kezelési javaslatot a számítógép, úgyhogy addig nem csinálunk semmit. És ugye a Caleb kezdi el ott, hogy akkor oxigén, meg adrenalin, meg vér, meg tudom én. Ez ami... Most ott is ez volt, hogy a jövőben a rendőrök igazából nem értenek semmihez, és ott a számítógép végzi a munkát, és te csak annyit mondasz, igen, hogy találd meg ezt. Azt ért a Stallone, az mindkét szétvert, meg a régi, igen, jó kis zsaru technikákkal kapta el. Ugye itt is ez van, hogy ugye gondolom a Caleb az, igen, ilyen háborús veterán, érte ezekhez, és akkor ő toppon volt.
Hát de hogy a mentősök meg nem voltak hülyék, mert hogy próbálták így az életjeleit nézni a Doloresnek, és ez azért nem él. Tehát, hogy ő rohadtul nem egy ember, hanem ő egy android. Hát, úgyhogy jó, nem tudják úgy diagnosztizálni. Hát, de nem, de oké, de hogy az volt, hogy ott mutogatták a számítógépbe, hogy még nem jött ki belőle semmi, nem tudjuk csinálni. Tehát, hogy attól még érted, a ömlő véressebbre azért még csinálhattak volna valamit. Tehát, hogy szerintem nekem ez azért tetszett, mert ez pont abba vitt bele, amit ugye mondtam, hogy még nem vették át a számítógépek teljesen az uralmat, és hogy vannak még ilyen emberek, mint a Caleb, aki még tud létezni tőlük függetlenül, de hogy... Meg tud váltós kocsit vezetni. Igen. Biztosan Need for Speedből tanultam meg. De hogy már vannak ilyenek, akik meg nem, és hogy amikor a mentő orvos, érted, nem csinál semmit, hanem ül és nézi a számítógépet és vár, akkor az elég ijesztő körülmény. A másik viszont, ami irgalmatlanul felbaszott, hogy a rendőrjárőrnek miért van felülírási joga a mentő autó fölött? Tehát, hogy ez szerintem egy akkora... tudom, hogy ez kb. Csak nekem, vagy csak én akadtam fenn ezen, de hogy ilyen nincs. Tehát, hogy bazd meg. Hát, kicsit erőltetett, igen. Ebben igazad van, amúgy abszolút. Ja. Tehát, hogy érted, nem áll meg a mentőautó, ha megy és izé van, az senkinek ne álljon meg, akárki van benne. Uh-huh. Jó, hát nem volt erős, mondjuk úgy. És akkor ugye Balfasz akciójelent után Dolores megköszöni és lelép, de előtte még szól Calebnek, hogy nem ártana nevet változtatnia, mert valószínűleg őt fogják keresni legközelebb. És így is van, mert miután ugye meglátogatta az anyját, ahol lejátszolott ez a jelent, amiről már beszéltünk, hogy te nem vagy a fiam meg, de jönnek is Calebért, hogy hát akkor kiszedjék belőle az információt, hogy hol van Dolores. És akkor megint egy kis világépítést láthatunk, ami ugye azt jelenti, hogy mindenkinek be van ültetve egy ilyen chip, mondhatni, amivel lehet szabályozni az ő testét, és ugye fel lehet pörgetni akár a szívdobogást is, és akkor a Calebnek felviszik, nem tudom, 180-ra, vagy mennyire, tehát kurva. 700-ra konkrétan a pulzusát. És akkor ugye így lógatják ki ott a irodaház oldalába, hogy akkor esetleg információkat kéne elmondani. Az nekem tetszett egyébként, ez egy jó ötlet volt. Ez rohadt ijesztő, tehát hogy annyi, hogy most egy pici kis sokkal az egyik kis chipnél, és akkor azonnal átmész ilyen vontit üzemmódban, és akkor tudsz így lassítva golyókat lőni a szövőgép mellett, meg ilyenek, mert ugye ott is ez volt a lényeg, hogy felpörgették a szíveket ilyen több százra. És érdekes referencia, úgy... jó? Ja, én gondolkoztam, hogy most why not, úgyhogy... Igen, és akkor utána volt tényleg ez a robotos rész, ami nekem nagyon tetszett, hogy fölmegy a robot, és azt hitt, hogy szétveri őket, hogy na hát ugye a munkatársa, a buddy-ja, az ugye ott ki van lógatva, és olyan szarrá fog verni ott mindenkit, és az emberek meg ott tökre lesajnálják, aztán nem is szerencsét, de csak leesik, és meghal. Úgy sajnáltam azt a szegény robotot, ez volt eddig a legnagyobb. Én azt nem értettem, hogy mi történt. Hát én sem, mert azt hittem, hogy azt a Dolores irányítja. Tehát, hogy nem. Tehát szerintem ez egy vicc akart lenni, de nekem nem működött pont emiatt. Én tökre azt gondolom, hogy na, egy robotos akció, mint hogy ledobálják az embereket, stb. És így tényleg nem csak szegény leesik. Olyan szánalmas volt. Igen, és akkor megjön valójában Dolores, akkor kinyír mindenkit, és megmenti Calebet. Ja. És akkor utána jön egy ilyen éttermi jelenet, ahol ugye Dolores bevallja, hogy igazából mindent tud Caleb múltjáról, és akkor mi is meghalljuk ezt az információt, hogy gyerekkorában pont az anyjával ültek ebben az étteremben, és az anyja egyszerűen otthagyta minden szó nélkül, és ez Caleb hosszú-hosszú órákon keresztül várt rá, nem jött, és teljesen összezuhant, és ez nagyon mély sebet hagyott benne. És akkor ezután derült ki, hogy az anyja az ilyen betegségben szenved, mentális betegségben szenved. Ugye? Körülbelül. Igen, azt mondták, hogy skizofréniában szenvedett, és utána fél éven belül talán valami intézetbe is zárták, úgyhogy tényleg az nem ilyen felszínes dolog volt.
És utána tudok, hogy végig gondoltam, hogy és akkor a Kélebehez képest is bejár ugye az anyjához rendszeresen, és akkor tényleg az alvilágban elmerül, csak azért, hogy legyen pénze arra, hogy az anyját tudja ápolni, és hogy ez egy milyen ellentétes dolog, mennyire egy ambivalens érzés lehet itt a Kélebben, hogy ő ezt így bevállalja. Mm. És nekem ez a leleplezés ez annyira tetszett, ez egy annyival érdekesebbé tette a karaktert, eddig is engem érdekelt, hogy milyen lehet ez a figura, és hogy így mire mehet ki a játék, és ez szerint egy kurva jó adalék volt neki. Hát meg azért mennyire szomorú, hogy ebben az új világban a te általad beosztott szerepből csak úgy tudsz kilépni, hogyha bűnözöl. Tehát, hogy téged besoroztak egy ilyen alsó osztálybeli embernek, és az egyetlen módja annak, hogy te ne hagyd az anyádat megdögleni, mert nincs pénzed, hogy ellássák, hogyha bűnözöl, és a törvényen kívül próbálsz érvényesülni. Azért ez elég súlyos mondani való szerintem. Hát igen, meg depresszív, rettenetesen. Ja. Úgyhogy igen, és akkor hogy ezután most jön Gergő kedvenc jelente ott a mólón, az a... Igen, azt szerintem nagyon király volt. Ja, az ilyen, tényleg ilyen Black Mirror-os, hogy megvan írva előre, hogy ő 10 éven belül ott megöli magát, azon a mólón, és ez a sorsa, és vagy elfogadja ezt, vagy pedig akkor együtt húzzuk ki a dugót a falból, Rehoboamot állítsuk le. Tehát akkor most a dolog lesz, ez a célja? Én azt írtam fel magamnak, szerintem a Doloresnél csináltak egy kicsit, retkonolták egy kicsit az ő motivációját, mert az előző évadban biztos, hogy az volt. Tehát ugye úgy jött ki a parkba, hogy én most megölök minden embert, és enyém lesz a világ. És most meg úgy tűnik, hogy inkább a szabad akaratot akarja elősegíteni, és hogy itt forradalmat akar csinálni, ami ugye a parkon belül az volt, hogy a robotokat akarja felszabadítani az emberek uralma alól, most meg ugye az, hogy az embereket fogja majd felszabadítani a robotok uralma alól, ugye a Rehoboam alól. Úgyhogy én most ebből a pillanatban ezt látom az ő motivációjának, meg annak, hogy mit csinál, de ugyanakkor még mindig benne van az is, hogy a Dolores csak irányítást akart szerezni a Rehoboam fölött, hogy az annak segítségével ő uralkodjon, vagy ő irányítsa a világot. Meglátjuk. Hát ugye a Caleb az egy jó ilyen érzelmi motiváció lehet a Doloresnek, hogy ne akarja kipusztítani az emberiséget, hiszen nem minden ember rossz. Nyilván, hogyha az ő eddigi életében csak azt látta, hogy lelőtték, megverték, megerőszakolták, átbaszták, kimosták az agyát, tehát nyilván ez egy logikus következtetés, hogy hát akkor basszák meg az emberek, és akkor kiírtok mindenki, de hogyha meglátja azt, hogy azért nem minden ember rossz, meg hogy ott is vannak jók, meg kevésbé jók, akkor így szerintem logikus ez a változás. Ja. Úgyhogy, ja, ezért mondom, hogy igazából engem nem zavart ez a rész, tehát hogy így tetszettek, hogy így szépen építgetik a karaktereket, meg épül a konfliktus, meglátjuk, hogy hova viszik tovább, mert azért tényleg a Maeve semmi nem derült ki, hogy akkor ő most mit csinál, vagy mi van vele, lesz-e összecsapás Maeve és Dolores között, mert igazából most kiderült, hogy a Dolores se akar annyira nagy vérengzés talán, tehát akkor mire ez a nagy ellentét, mert ugye a Bernard azért ment a Maeve-hez, hogy megállítsák a Dolores-t ebben a világpusztító tervében. Tehát akkor most így hát lehet, hogy itt elbeszéltek egymás mellett, tehát, hogy nem tudják még egyelőre, hogy a Dolores mit akar valójában, és akkor utána akár lehet, hogy valamiféle konszenzusra fognak jutni, valamiféle egyetértésre fognak jutni, és akkor ott lesz a másik oldalon meg a Maeve, meg a Serac. Mert ugye a Serac ő maga szeretné ezt intézni, a Dolores meg szintén ugye magának szeretné ezt, úgyhogy igazából lehet az, hogy én akarom jobbá tenni a világot, vagy én akarom jobbá tenni a világot. Tehát hogy maximum szerintem ezen fognak veszekedni. Vagy még valami komoly ideológiát behoznak mellé, amit egyelőre még nem látok feltétlenül, hogy mi lehet a különbség a Dolores meg a Serac között. Hát,
igen, ez a kérdés, hogy mert valóban most ebben a pillanatban kicsit olyan, hogy most az egyik is a világuralomra tör, meg a másik is, és hogy mondom, ez lehet az egyik irány, hogy a Dolores ugye ő igazából fel akar szabadítani most már mindenkit, hogy hívják, a Serac meg irányítani akar mindenkit, még akkor is, hogyha ugye ő jó, tehát hogy nem azért, mert ő uralkodni akar, hanem ő jobbá akarja tenni az emberiséget, de ja. Tehát ezt a vonalat én még látom, de igazából még szerintem kell erre most egy-két epizód, hogy egy kicsit kiderüljön, hogy ki kicsoda és ki mit akar. Hát azért remélem, hogy nem ez lesz így a struktúra, hogy akkor a következő rész meg csak a Bernard, meg csak a Maeve, és akkor az azutáni meg csak a Doloreszék a Kélebbel. Mert lehet, hogy annyira szét vannak szórva így a szereplők, hogy szerintem csak így lehet megoldani, és az utolsó két részben jönnek össze mondjuk így egy helyszínre. De ne legyen igazán. A következő résznek az a szíme, hogy The Mother of Exiles. Ez akkor egy Daenerys-es epizód lesz. és a sztori leírás az annyi, hogy The truth doesn't always set you free. Hát kösz. Oké, ez bármi lehet. Ez egy X-akták idézet volt szerintem. Ja. Úgyhogy akkor ennyi volt szerintem ez az epizód. Én mondom, én el vagyok ezzel az évaddal abszolút. Jó, tetszik, érdekes, jobb, mint a második, és kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle. Sokkal több Vincent Castle-t akarnék, mert ő bírom egyébként nagyon, mint színész, meg karakter is érdekesnek tűnik, és ugye eddig összesen volt két jelent, ami összesen volt 5 perc, tehát, hogy azért jobban örülnék, hogyha többet szerepelne, de szerintem erre hát meg ne ez a kétdimenziós, bajuszpötrős kis valami legyen, aki néha csúnyán-csúnyán nevetgél az embereken, és nagyon gúnyolódik, tehát hogy azért a színész is többre hivatott, meg azért a Westworld is érdemel szerintem egy normális gonoszt. Hogyha gonosznak szánják tényleg, vagy egy réteget, ellenpólust. Én mondjuk örülnék neki egyébként, ha ez lenne, amiről itt beszéltünk, hogy nem feltétlenül az, hogy van egy jó, meg van egy gonosz, hanem kicsit ez, hogy van egy valaki, aki így akar, nem tudom, segíteni a világon, vagy aki így, akinek ez a célja, és ezt akarja elérni, és van egy másik, aki meg máshogy, és hogy emiatt mennek kvázi egymás ellen. Vagy emiatt van az érdekütközés, de nem feltétlenül azért, mert nem tudom, az egyik el akarja pusztítani a világot, a másik meg újra akar építeni. Érted? Ja, én csak a Maeve-t nem értem ebben a konstellációban, hogy ő mit akar, tehát neki pont semmilyen motivációja nincsen szerintem ebben az egészben, csak a lányát akarja megtalálni, és akkor miért őt emelték ki, mint a nagy Dolores ellentét. Ágyúgolyó lehet, hogy csak arra, hogy ő egy feláldozható valami, és engem sem fog meghatni, ha meghal. Ja. Na mindegy, meglátjuk. Hát, ha kezdenek vele valamit, a Serac mivel tudja meggyőzni a Maeve-t, hogy segítse őt. Ja, ez egy jó kérdés lesz. Hát remélem, hogy meggyőzni fogja, és nem csak zsarolni. Ez sokkal érdekesebb az, hogyha meggyőzi valamivel. Mm. Igen, ezt akartam éppen mondani, hogy azért ugye jelen pillanatban a Serac, ugye, amit láttunk belőle, ugye irányítja a Maeve-t momentán. Tehát, hogy ott még parancsol neki, és nem azzal, hogy meggyőzi, de hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jó, hát akkor köszönöm szépen, Gergő, ismét, hogy velünk tartottál Westworld legújabb adásában. Hát köszönöm szépen, hogy vendégül láttatok. És akkor Gáspár, neked is köszönöm, hogy itt voltál. Készültél alaposan. Kosak azt mondtál. Úgyhogy reméljük. Okay. Még hogy nem aztak egy szaktalan egy dicséret. Igen. Kapsz egy matricát. És... mit csinál, nem, aranypiros csillag, még piros pont, na. Piros pont. Jó, aranypiros csillag, ez a vörös csillag. Hát még a rendszervédelem előtt Gáspár. A régi program fut, szerintem nem vártad a frissítenet. Nem, csak eszembe jutott. A nevetett.
Nem, csak a School of Rock jutott eszembe, ahol olyan aranycsillagot osztottak, és aztán mindegy, összeugrott az a fejembe a piros ponttal, meg a magyar rendszere, úgyhogy minden történt egyszerre. Hú, sok program futott. Ja, és akkor reméljük, hogy jövő héten Ákos is végre kegyeskedik csatlakozni hozzánk, de ez csak rajtatok hallgatókon múlik, úgyhogy az a három ember, aki még hallgatja, az nyugodtan, igen. Spemeljétek szét az Ákosnak a Twitterét, az, hogy akarjátok őt a túnában. Igen, az mindig jó, hogyha valakire rákényszerítenek egy ilyen dolgot. Igen, az sose. A szabad akarat, ez egy túlértékel dolog. Persze. Mivel beszélünk. Ja, úgyhogy akkor hamarosan jelentkezünk, tehát jövő héten, addig is írjátok le, hogy tetszik nektek ez az epizód, írjátok le, hogy mit vártok, szerintetek mi lesz majd a nagy konfliktus az évad végén, és hogy szerintetek lezárják-e itt a történetet, mert az én fejemben teljesen beette magát ez a gondolat, hogy a Westworld itt a harmadik évaddal lezárul, de és őszintén szóval nem bánnám, úgyhogy én most így készülök erre az évadra, hogy aztán majd csalódjak egy jó nyitott befejezéssel, ami aztán sehova nem vezet, mert elkaszálják a sorozatot. Úgyhogy reméljük, hogy nem ez lesz, és reméljük, hogy a Nolanék is tisztában vannak a saját nézettségükkel, és ez alapján írják a történetet. Tehát akkor még egyszer jövő héten jelentkezünk, addig is hallgassatok filmbarátokat, hallgassatok Tunápot, ne menjetek ki, hallgassatok minket, akár az egész életművünket elejétől fogva, na jó, inkább ne, mondjuk, hogy az első évet azt lehet skippelni, és akkor utána... Spemeljétek szará! Így van, ez nagyon fontos, és minden jót kívánok nektek, legyetek egészségesek, sziasztok! Sziasztok!